A város vezetői, az országgyűlési képviselők, a pártok, intézmények, civil szervezetek vezetői ünnepi megemlékezésen vettek részt, majd a Városháza előtti téren helyezték el az 1956-os forradalom emléktáblájánál a megemlékezés koszorúit. 1956-ban megalakul a forradalmi munkástanács, melyen részt vesznek a kunmadarasi Kilián repülőtiszti iskolának a képviselői is. Karcagról ugyanis még a délelőtti órákban küldöttség ment a kunmadarasi repülőtérre felmérni, hogy a környék messze legerősebb katonai erejének számító repülősök hogyan viszonyulnak a megváltozott politikai környezethez. A repülőtéren Hagymási Jenő százados ezred parancsnok rövid megbeszélés után azt közölte a karcagiakkal, hogy ők is megválasztják küldötteiket, és mindenképpen képviseltetik magukat a megalakuló forradalmi munkástanácsban. A gyűlés megválasztja a forradalmi tanács elnökét Danka István személyében. Hagymási javaslatára létrehozták a Honvédelmi Bizottmányt, mely a forradalmi munkástanács mellett működött. Elnöke Hagymási lett. Az 1956-os forradalom és szabadságharc 65. évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen vagyunk Karcagon. Tulajdonképpen 1956-65. évfordulója az kissé ugye átmozdítja 1956 emlékezet történetét, hiszen ha belegondolunk, már lassan, ugye most 32 éve, jövőre lesz 33. éve, hogy megtörtént az a rendszerváltoztatás, az a politikai rendszerváltoztatás, ami ugye 33 év után a forradalommal véget vetett Magyarországon az államszocialista rendszer és közvetve a kommunista eszme történetének, és ugye gyakorlatilag a 65. évforduló már bőven elég ahhoz, hogy az emberi közemlékezetből, a kortársak emlékezetéből kikopjon közvetlenül 1956 emlékezete, és itt lépnek előre egy sorral, ugye a megemlékezések, az annak a megemlékezéseken felszólaló szónokok, történelemtanárok, történészek, akik ugye arra kell, hogy törekedjenek innestől kezdve, hogy nagyon is élő emlékezetben tartsuk meg a magyar forradalom és szabadságharc eszméit, hiszen tulajdonképpen ahogy mondjuk a diákok a történelem tankönyvek világából tanulnak, úgy gyakorlatilag az emlékünnepek pedig kiválóak arra, hogy azt a példát átörökítsük és a fiatalok felé meghonosítsuk, amely motiválta és amely mozgatta az 56-osok nemzedékét is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly feladat számunkra. Ebből a szempontból, mint gimnáziumi tanár, megtisztelőnek érzem, hogy szónokként szólalhattam fel a mai napon. Úgy gondolom, hogy jelentős üzenetet hordoz 1956 mondani valója a mai napig. Nagyon fontos a magyar állam szuverenitása, a magyar nemzet függetlensége szempontjából ennek az emlékezetpolitikai eseménynek az ébrentartása, és hogy tisztán tartsuk meg az emlékezetünkben. A bizottság a rend fenntartása mellett kapcsolatok kiépítésében gondolkodott Szolnok, Miskolc, Debrecen, Mezőtúr, Békés Csaba felé. Filip István karcagváros forradalmi tanácsának titkára lett. Ő foglalkozott a közbiztonsági katonai kérdésekkel. Az ő személyéhez köthető a helyi sajtó megteremtése. Volt is szerencsém a mai nap folyamán ugye a kemény család leszármazottaival beszélgetni. Nagy örömömre szolgált az, hogy egy rövid beszélgetés után meg tudtunk abban egyezni, hogy egy rendhagyó történelem óra keretében a karcagi nagykun református gimnáziumban ők majd saját családi hagyatékanyagukból, saját élményeikből tartanak egy előadást, egy rendhagyó történelem órát, de valóban ezer szállal kötődik maga a forradalom és szabadságharc emlékezete karcaghoz, gondolva akár ugye a gimnáziumra, mint szellemi műhelyre, Filip István tanár úr emlékezetére, gondolva akár Keménypárra, és gondolva ugye arra a nemzedékre, akik átélték ezt. Úgy gondolom, hogy helyben, lokálisan is komoly feladat, hogy ébren tartsuk az emberek emlékezetét, ébren tartsuk az emberekben azt, hogy miről szólt 56, és hogy hogyan meríthetnek ebből a mai generációk. 1956. decemberében, illetve 1957. februárjában letartóztatják és gyorsított eljárásban állítják bíróság elé a Sinkovics Gyula és társai perben. Nyolcadrendű vádlottként első fokon 5 évre ítélik, mert bűnösnek találják a népi demokratikus államrend megdöntésére irányuló szervezkedésben való részvételre vállalkozás büntettében, valamint ifjúság elleni büntetben. A vád az volt, hogy támogatta a megye egyetlen kádárrendszer elleni fegyveres szervezkedést, illetve a karcagi gimnáziumban diákjai kommunista és kádár ellenes röpcédulákat készítettek és terjesztettek. Ahogy egykor egyébként éppen a karcagi
Magyarországi Híradó című röplap, gyakorlatilag ilyen 9 lapszámot megélt forradalmi röplap, éppen a gimnázium, az akkori állami gimnázium kereteiből vagy falai közül burjánzott ki. Úgy gondolom, hogy lehet ma is a karcagi Nagykun református gimnázium Karcag oktatási intézményei szélesebb körben egyfajta szellemi műhely, amelynek fiataljai segíthetnek ugye az 56-os eszme ébren tartásában, életben tartásában. Ma egyébként a református nagy templomban rendezett délelőtti istentiszteleten a karcagi Nagykun református gimnázium diáksága Szabó Júlia Ildikó tanárnő szervezésében vagy vezetésével egy fantasztikusan szép irodalmi műsort adott elő. Én úgy gondolom, hogy a helyi gimnazistáknak fontos 56 emléke, és természetesen nekünk tanároknak pedig úgy a kötelességünket emlékeztetni, hogy hogyan kötődik a város múltja ugye 56-hoz. A részvevőkre meglehetősen súlyos ítéleteket róttak ki. A végül tucatnyi vádlott közül 5-en 10 év feletti börtönbüntetést kaptak, másodfokon aztán némileg enyhítették az ítéleteket. Filip Istvánt 3 évre ítélték, 1959-ben szabadult.